22. alkalommal ülésezett Budapesten a Magyar Állandó Értekezlet, az összmagyarság legnagyobb testülete. A fórumon a határon túli magyar politikusok minden évben Magyarország vezető politikusaival közösen áttekintik a Kárpát-medencében élő magyarság helyzetét, továbbá megvitatják a magyar közösség megmaradását és erősödését segítő aktuális nemzetpolitikai kérdéseket. Az ülés elején egy perces néma csenddel megemlékeztek Potápi Árpád közelmúltban elhunyt korábbi nemzetpolitikai államtitkára. Papa, te székely vagy, anya magyar, akkor én mi vagyok? Én azt feleltem, hogy te természetesen székely. Az eseményen helyzetértékelő beszédet mondott Orbán Viktor, magyar miniszterelnök, aki kiemelte, ha nem akarjuk elveszíteni a fejlődési lehetőségeket, akkor a saját utunkat kell járni, és magunkat kell sikeressé tenni a kedvezőtlen európai közegben is. Olyan új kifejezéseket kell magunkévá tenni, mint a nemzeti önérdek és a gazdasági semlegesség. A magyar kormányfő hangsúlyozta, Európában radikális gazdasági változás kell, mert míg az EU gazdasága 1% alatti növekedést mutat, az USA 3-4%-os, az ázsiai központok pedig 5-7%-os növekedéssel számolnak. Robusztus és sikeres gazdaságpolitika nélkül nincs megtámogatott, erős, biztos lábakon, biztos pénzügyi lábakon álló nemzetpolitika sem. 2010 óta összesen elköltöttünk nemzetpolitikára 1374 milliárd forintot. Ez, ha évekre szétbontom, akkor 100 milliárd. Jelentős mértékben sikerült kiszélesíteni Magyarország mozgásterét. Elsősorban a nemzetközi politikai térben, ami az önök számára, tisztelt határon túlról érkezett vezetők, különösen is fontos. Hiszen az anyaország diplomáciai mozgásterének, külpolitikai mozgásterének a bővülése, az egyúttal az önök megerősödésének lehetőségét is jelenti. A támogatások folytatódni fognak minden tekintetben. Semjén Zsolt, magyar miniszterelnök helyettes elmondta, a magyar kormány az elmúlt években 5500 külhoni magyar szervezetet támogatott. Idén 2,5 milliárd forinttal támogatnak különböző, az oktatás, kultúra, egyház, sport és ifjúság területén működő szervezeteket. Ezen felül 96 nemzeti jelentőségű intézmény működését biztosítják. 330 milliárd forint értékben valósítottak meg beruházásokat a Kárpát-medencében. Az óvodafejlesztési program keretében 1000 óvodát építettek vagy újítottak fel, a gazdaságélénkítő program során pedig 6200 pályázat volt sikeres. Semjén Zsolt a Felvidéken a Magyar Szövetség tisztújítását követően optimista a politikai eredményességet illetően. A szlovák kormány nyelvtörvény tervezetével kapcsolatban úgy gondolja, az tervezet is marad. A szlovák-magyar kapcsolatok ugyanis kiemelkedően jók. Teljesen egyetértünk abban, hogy a béke oldalán vagyunk. Egyetértünk a migrációval szemben. Genderügyben is egyetértünk. Tehát az élet nagy kérdéseiben, sorsközösségben vagyunk. Teljesen logikus lenne, hogy a magyar párt ott tudjon lenni a politika műhelyének a közepén. Minden realitása megvan annak, hogy a politikai rész is olyan erős és olyan minőségű legyen, mint a mögötte lévő szervezeti rész, önkormányzati rész és mint a felvidéki magyarság. Nacsa Lőrinc újonnan kinevezett nemzetpolitikáért felelős államtitkár hangsúlyozta, a magyar nemzetpolitika 2025-ben is a magyar megmaradást és a magyar erősödést kívánja segíteni. Azok a civil szervezetek, egyházi szervezetek, akik óriási munkát végeznek a felvidéki magyarság körében, legyen akár Nyugat, akár Kelet-Szlovákia, azt gondolom, hogy minden esetben támogatásra érdemesek, továbbra is lesznek nekik szóló pályázataink. De 2025 a jövő nemzedik éve lesz a Magyar Állandó Értekezlet döntése értelmében, egy kiemelt fókusszal a felnövekvő új nemzedékre, a fiatalokra, a gyermekekre, az oktatás, a sport, az egyházi közösségek támogatására. Azt reméljük, hogy a fiatalokat bevonzani képes közösségek erősödése az egy összmagyar erősödést is fog eredményezni. A magyar nemzetpolitika az elmúlt 14 évben azért is dolgozott, hogy szorosabbra fűzze a határon túli magyarok közötti kapcsolatokat. A nemzetpolitika részévé akarják tenni a fiatalokat is, segíti elő például a folytatódó népszerű Határtalanul program, vagy akár a Kőrösi Csoma Sándor program.